A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket a Fehérvár Televízió Városrészek Titkai című városismereti műsorunkban, és köszöntöm szakértőnket is, Váci Márk történészt, városkutatót, aki fotók mentén mutatja be nekünk az elmúlt hónapokban Székesfehérvár történetét. Hosszú-hosszú utat jártunk be a fotókkal együtt. Most, ahol időzünk, azért itt már több a kép, hiszen tulajdonképpen már a technika is jobb, és többet tudnak megmutatni maguk a fotósok, mint mondjuk az 1800-as évek végén, vagy az 1900-as évek elején. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ráadásul egy fényképésztől sokkal több fotót tudunk megmutatni, mint korábban. Arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sok adáson keresztül azért műtermi felvételek domináltak, bár egy idő után ugye elérkeztünk odáig, hogy már a műtermi fotók mellett láthatunk például a városképeket is. És ugye az utóbbi néhány adásban pedig már teljesen elmaradtak ezek a műtermi felvételek, és ugye átadják a helyüket a külső fényképeknek. Jellemzően ugye eseményeket örökítenek meg, családi fotóknak a hátterében láthatjuk a jellegzetes fehérvári helyszíneket, és ugye az az érdekessége igazából ennek, hogy a fénykép készítője számára ugye elsősorban a család, a lényeges, tehát akik az előtérben vannak, mi pedig mindig a hátteret nézzük, hogy mi van mögöttük, illetve hogy mi van körülöttük, mi veszi őket körül, tehát mi pedig a környezetükre koncentrálunk leginkább. Persze pont a mai fotók kapcsán azért azt érdemes elmondani, hogy lesz több olyan felvétel, amin embert egyáltalán nem láthatunk, hanem különböző hangulatokat, különböző régmúlt jeleneteket pillanthatunk meg, és olyan helyszíneket járhatunk be, többek között a Palotaváros kapcsán, amelyek ma már egyáltalán nem léteznek, legalábbis ebben a formában nem maradtak meg számunkra. Tulajdonképpen az első képeken még maradunk a 60-as évek környékén, ugye amiről az előző adásban is láthattak képeket, akik velünk voltak, de aztán utána már a 70-es évek következnek. Ugye, akinek a fotóit az előző adásban nézegettük, ő Bauer Béla volt, az Édász egykori dolgozója, aki ugye a családjával a Basa utca 1-es számú háznak a szolgálati lakásába költözött be 1953-ban. Ezt az évszámot az előző adásban nem mondtam el, érdemes egyébként kiemelni, főleg ugye az 56-os felvételek kapcsán, illetve most is fogunk látni olyat, ami 1955-ben készült, vagy legalábbis részben 55-ben készült. Tehát 53-tól kezdve Bauer Béla dokumentálta igazából a környéknek az életét. Nyilván nem megfigyelő jelleggel, tehát nem az volt az ő fő célja, hogy mindenkit egyesével végig fotózzon, és mondjuk jelentse ezeket az eseményeket, hanem a családja számára készítette ezeket a felvételeket, és nagyon sokszor ugye a családjáról, magáról. A mostani felvételek, amelyeket bemutatunk, a fiának, a Bauer Lászlónak a gyűjteményéből származnak. Ezek már az általa, többnyire általa készített felvételek, és ugye az az érdekesség, hogy Bauer Laci a 70-es évek elején kezdett el igazából intenzíven fotózni, és hát gyakorlatilag 50 éve fotózza a városnak az életét, tehát a mai napig is készít rendkívül jó felvételeket, most már nagyon sok természetfotót is egyébként, például a Sóstóra rendszeresen jár ki az alsóvárosi rétre fényképezni a változásokat, nem csak a természeti változásokat, ugye, de az építkezéseket is. Én rendkívül sok részletfotóját ismerem, akár a Széchenyi utcában járva, a régi házak kapuján a kilincset, tehát hogy fantasztikus részleteket tud egyébként megragadni. És ez pedig abból ered, hogy ő 70-es évek elején, közepén elkezdte a Palotavárost dokumentálni, az akkor még fellelhető állapotában. Ugye, amit Perényi István felvételein is láthattunk egyébként egy kicsit későbbi időszakból, részben színesben, azok Bauer Laci felvételein többnyire fekete-fehérben köszönnek vissza, és tényleg azokat a hangulatokat idézik vissza, amik a Palotavárost mondjuk a 20. század elején is már jellemezték. Azokat a viszonyokat.
És igazából ma is ezeket a hangulatokat próbálja megragadni, ma már a digitális technika segítségével különösen, meg egy kerékpár segítségével, amivel járja a várost rendszeresen. Én nem egyszer találkoztam vele így, hogy éppen biciklin volt és ment valahova, meg nem egyszer láttam úgy autóból, buszról, hogy éppen valahova ment fényképezni. Tehát nagyon lelkes. Az első fénykép az számomra azért nagyon érdekes, és én itt szándékosan nem beszéltem össze Lacival. Majd, ha látja az adást, akkor utólag leülünk és átbeszéljük, hogy miről is volt itt szó. Mert én vélelmezem, hogy az első kép, amit itt láthatunk, ami a Rózsaligetben készült és a Bauer családot ábrázolja, azt talán ő készíthette valamikor a 60-as években. Ugyanis ő ugye 1952-ben született, ugye akik a képen láthatók, bal oldalon az édesapja, jobb oldalon az édesapja, ha szemből nézzük őket, és ugye középen pedig a húga. Tehát egyedül ő az, aki ezen a felvételen nem látszik. Tehát valószínűleg az egyik első olyan felvétel, amit egyébként ő készített, és hát ez is jellemzően egy családi fotó. Nem mellesleg ugye látjuk azt is, hogy a 60-as években hogyan nézett ki a Rózsaliget. Itt most hozzá tudjuk képzelni őt is, hiszen az előző adásban azért már megjelent a 3 éves Lacika a Fekete Sas cukrászda bejáratánál, ahogy említetted akkor, ahogy láttuk, tehát akkor ő is ott volt, mert sőt, tehát láttuk már a húgával is. Így van. Édesapja Persze. által készített képeken. És őt fogjuk látni a következő képen is. Hát a következő kép az egy nagyon érdekes montázs. Ugye ezt említettem még az előző adásban, mindenképpen érdemes visszanézni mindenkinek az interneten ezt a Bauer Béláról készült adást. A képnek ugye az az érdekessége, hogyha megnézzük, akkor ugye a bal oldalát azt Bauer Béla készítette 1955-ben, és valóban a kis Lacika látható a képen. Ez egy fekete-fehér felvétel. A másik része a képnek az a 2010-es évek végén, 20-as évek elején, most nem tudok pontos évszámot mondani, szintén az utcának ugyanezt a szakaszát, csak a másik oldalt ábrázolja, és Bauer Laci készítette a felvételt, az a Bauer Laci, aki egyébként az eredetin, ugye ott középen közlekedik a kis tricikliével, úgyhogy egy szenzációs összevetés, ahogy ugye a Bástya utcából megyünk ki, és ugye pont megfordítva látjuk ezt, mint ahogy ugye korábban a Lakatos utcáról készült felvételen, itt ha egyenesen megyünk tovább, akkor ugye a Lakatos utcán lyukadunk ki, ha pedig jobbra megyünk tovább, akkor ugye megérkezünk a Rózsa utcába, amiről szintén az elő az adásban már láthattunk fotót. Egy képen egy időutazás valójában, abszolút, tényleg és, nagyon különleges. És azért az hadd áruljam el, hogy ebben az adásban még jó néhány ilyen időutazás jellegű fényképet láthatunk. Akár film alapja is lehetne, ez a fotó jó volt látni, és örülök, hogyha lesz még ilyen. Voltak kofaasszonyok már ebben a sorozatban többször, igen. és most vissza is térnek. Ennyire jellegzetesek voltak Székesfehérvár belvárosában ezek most a hölgyek. Most megint visszajönnek, és ugyanazt az eredeti Bauer Béla felvételt láthatjuk, ugye 1960-ból viszont itt a képnek a közepére montírozva, és hát ugye ami még innen látszik, az ugye a patikának az épülete, az Országzászlótér és a főutca sarkán. Egy picit a virágórának ott a széle, a sarka. Ugye ez az új kövezet, ami 2013-ban a főutcára került. Az indó is látszik. Azért elég jól látható. Az időjárás is jól látható, és ugye azok a polgárházak, amik egyébként az eredeti felvételen is már szerepelnek, de hát ugye mai állapotukban és mai funkciójukban jelennek meg. Tehát ez szintén egy közös alkotás, Bauer Béla és Bauer László közös munkája. Hát nyilván egyébként a montást magát Laci készítette, de hát ugye az eredeti felvétel az édesapjától származik. Nagyon tetszik. Nekem is egyébként, zseniálisak ezek igazi a felvételek. Igazi művészet azért ezt úgy eltalálni, eleve már a fotót úgy elkészíteni, megtalálni ugyanazt a helyet, aztán amikor a képeket összerakja, azokat, fú, hát nagyon izgalmas történet. Izgatottan várok majd még ilyeneket, nem tudom, a következő kép talán nem feltétlen erről szól. Hát az is egy nagyon izgalmas párosítás igazából. Itt az eredetit nem Bauer Béla készítette, hanem Dobos Lajos, és Fici Jenőnek az egyik Székesfehérvár kötetében jelent meg, 1966-ban. Ugye a Basa utca 1-et azt már többször említettem, itt is ezt az épületet láthatjuk. A fekete-fehér rész az, ami ugye Dobos Lajosnak a munkája, abból egy kivágat legalábbis. Nyilván egyébként az eredeti képen az egész épület látszik,
és ugye Bauer Laci ebbe illesztette be igazából a saját 2019-es fotóját, és ugye az a színes rész, amit láthatunk, az pont az a rész, pont azt a részt örökíti meg, ahol egyébként a szolgálati lakások is voltak. Tehát valamelyik ablak az élhetően pont az övék volt egyébként, egészen addig, amíg az édesanyja haláláig ebben az épületben lakott. Tehát ez is egy nagyon jó montázs, és hát ugye több mint 50 évnek a távlatából veti össze az akkori és a mostani viszonyokat. Ugye azt az előző adásban nem mondtuk el, de nyugodtan elmondhatjuk, többször utaltunk már rá, hogy a mostani igézőnek az épületéről van szó. Ugye ami a színes, az pont az emeleti részeket mutatja, és ugye a földszinten működik magának a Szabad Színháznak a játszóhely. Káprázatos innen, ahonnan mi látjuk ugye a monitoron ezeket a képeket, olyan, mintha a tető egységben lenne, tehát nem látszik, hogy hol megy át a 66-os kép a 2019-esbe. Elképesztő. Gratulálok az alkotónak. Én azt hiszem, hogy csak ezt tudom mondani. Viszont megállunk az időutazásban a következő képpel. Ugrunk egy kicsit, és most átváltunk fekete-fehérbe, illetve szürkébe. Tehát most jön a múlt idézés része, aztán majd megint vissza fogunk térni, tehát azért egy kicsit mondanám azt, hogy csapongunk, de ez nem feltétlenül igaz. Nyilván mindig megvan a válogatásnak egy ilyen belső logikája, hogy mi alapján haladunk. Ugye ezek olyan felvételek voltak, amik többnyire azért az alkotónak a legalábbis a gyerekkori emlékeit idézik vissza, a gyerekkori lakóhelye környékéről készültek. Az első nagy fotósorozata Bauer Lászlónak az pont a Palotaváros 1978-ból, ahol, ahogy említettem már az édesapjához hasonlóan, hangulatokat ragad meg. Ezért nagyon sokszor igazából nem is tudjuk, hogy hol járunk pontosan. Nyilván az utcák ma már teljesen máshol vannak, tehát azt például tudjuk, hogy ahol 78-ban a Horog utca volt, az ma már réges-régen nem Horog utca, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy ma a Horog utca teljesen máshol van. Ugye ez Demeter Zsófia és Lukács László, illetve Gelencsér József is többször leírták, hogy a Palotavárosnak az utcanevei azok ugyan nagyrészt megmaradtak, de az elhelyezkedésük az teljes mértékben megváltozott. Illetve hát kiegészült nyilván azért Jankovics Ferenc, Kelemen Béla és még sorolhatnánk például a személyneveket, de ettől függetlenül például a Tolnai, a Sütő, a Tobak, a Horog, és a hasonló utcanevek, hát a Rácz utca az egyetlen, ami ma is ott van igazából, meg a Szúnyog utca, ahol valamikor húzódott, de az összes többi az egyébként változott, vagy egy nagyon picit odébb került, vagy teljesen máshova, itt az átalakulások kapcsán, úgyhogy itt nem is mindig tudjuk, talán az alkotó még tudja, ha feljegyezte magának, vagy emlékszik rá, hogy hol is készültek pontosan ezek a felvételek, de mindegyik palotavárosi hangulatokat tükröz, ezért a képek címei is egyébként erre utalnak. Ez például a Kémények Palotavárosban című kép 1978-ból. És valóban milyen szépen sorba állnak ott a kémények. Érdekes, nem véletlenül ragadta meg őt sem igazából. Én azt hittem, hogy itt valami üzem derül majd ki, de akkor ezek szerint lakóház és a lakások kéményei. Ez egy teljesen rendben lévő több porta, ami így egymás mellett sorakozik. A következő viszont, az szintén 78-ban készült Öreg ablak Palotavárosban című kép. Ez már egy szebb és jobb napokat látott háznak, egyébként rendkívül dekoratív és szép többosztatú ablaka, amit egyébként én ma is el tudnék fogadni otthonra akár. Bár ma már tudjuk, hogy a faablak azért az nem ugyanaz, ami volt annak idején. És hát én ezt el tudom képzelni színesben, hogy ez valami sötétbarna vagy sötétzöld lehetett esetleg, tehát tényleg gyönyörűen nézhetett ki azzal az építészeti képpel, azokkal a stukkókkal, meg azzal a párkánnyal, ami itt is megjelenik. Az a helyzet, hogy ezt festegetni is kellett, ma már csak mosni kell. Bizony, és ez nagyon sokat számít. És ahogy elnézem, azért össze is tudnak száradni és egyebek, de ettől függetlenül nagyon-nagyon kellemes hangulata van természetesen ezeknek az ablakoknak. Romos udvarra megyünk a következő bizony képen. Ilyeneket is láthattak azok a Palotavárosban, akik ekkoriban éltek. Ugye azért nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy ezek a fényképek valamilyen békebeli hangulatot árasztanak. Aztán elérkezünk egy ilyen fotóhoz, amikor látjuk azt, hogy hát ez bizony egy romos udvar, egy meglehetősen elhanyagolt, körülötte lévő épületek, még az a fakapu az még úgy, ahogy rendben van, hiszen a fa az adja magát, ugye? Bár nyilván azt is lehet különböző módokon, különböző eszközökkel kezelni.
Amit a kapun belül láthatunk, bár ez pont nem egy annyira drasztikus állapotban ábrázoló felvétel, de bizony vannak olyanok is, akár Bauer Lacinak a gyűjteményében, amelyek már sokkal inkább romos épületeket ábrázolnak. És amit elmondtam már korábban, azt itt is érdemes elmondani, a Víziváros kapcsán ugyanaz igaz volt, ami a Palotaváros kapcsán is igaz, hogy a város vezetése, a mindenkori város vezetése a II. Világháború után felmérte a körülményeket. Ugye itt hatalmas nagy üzemek voltak a városban, ne felejtsük el, hogy a 30-as évek végén, 40-es évek elején elkezdődtek ugye a nagy üzemalapítások, a vadásztölténygyár 38-ban, a köfém 1941-ben, ugye a Szent István művek, későbbi köszörűgépgyár szintén a 30-as évek végén, ugye a szárazrétről beszélünk most, illetve aztán jön az összes többi üzem is, meglehetősen nagy munkástömeget vonzottak, akiket valahova le is kellett telepíteni, hogy ne kelljen annyit ingázniuk. Tehát óriási nagy volt a lakásigény, viszont kicsi volt a lakásállomány, és úgymond korszerűtlen is volt ahhoz, hogy befogadja ugye ezeket a tömegeket. Ezért nyilván a városvezetés már az 50-es évek végétől azon gondolkodott, hogy ezt a munkás tömeget valahova le kell telepíteni, és tömeges lakásépítésben gondolkodtak. Ehhez viszont valahol hely kellett a városon belül, ezért is születtek folyamatosan ígéretek körülbelül 3 évtizeden keresztül arra, hogy ezeket a részben komfort nélküli, részben félkomfortos, meglehetősen rossz állapotban lévő házakat tanácsi segítséggel fel tudják majd újítani a lakók. Aztán a 60-as évek végén megjelentek az első kisajátítási igények, főleg a 70-es évek elején már lehetett azt látni, hogy a Városi Tanács nem gondolkodik abban, hogy ezeket a területeket felújítja, úgymond rehabilitálja, ahogy ugye ma értelmezzük, hanem ma azt mondanánk, hogy barnamezős beruházásban ezeknek a hatalmas nagy épület tömböknek, meg utcáknak az elbontásával ugye nagy építési területeket szabadít fel, és majd itt fogja ezeket a paneleket felhúzni. És ez így is történt a 70-es évek elejétől kezdve, akár a Vízivárosban, ugye a Velinszky lakótelepen, akár a Palotavárosban, ugye a Lenin 1 és Lenin 2 lakótelepek, azok bizony így jöttek létre, hogy akár gyári dolgozókat költöztettek ki, kisajátították ezeket a területeket, illetve lakást ígértek érte cserébe, vagy lakásért cserébe költöztették ki ezeket a lakókat, akik ideiglenesen valahova beköltöztek, természetesen családtagokhoz, ismerősökhöz, de ezeket a portákat teljes mértékben elbontották. Tehát amikor itt arról van szó, főleg azok részéről, akik ugye megélték ezt az időszakot, hogy hát bizony az ő gyerekkorukban azért nem volt annyira rózsás a helyzet, és ők nem emlékeznek vissza olyan nosztalgikusan ezekre az állapotokra, mondjuk a nagymamáéknak a házára, az bizony azért volt, mert a lakók hiába is törekedtek volna a felújításra, tanácsi segítséget egyszerűen nem kapták meg hozzá, hiszen teljesen más szándék húzódott a háttérben. Illetve annak idején a Rácz utca kapcsán említetted te is, és Csutin és Lél Erzsébet is, hogy sokáig volt róla szó, hogy majd úgyis lebontásra kerül, ezért a maga a lakó nem költött rá, nem fordított rá figyelmet, nem újította fel, nem tartotta rendben, mondván, hogy úgyis lebontásra kerül, és így aztán tényleg nagyon lepusztultak ezek, igen, az épületek. Igen, ez pedig a dolognak ugye a másik oldala, tehát ez már a 60-as évek vége igazából, amikor már tudni lehet egyértelműen, hogy a Városi Tanács, a városvezetés ide lakótömböket szeretne telepíteni, akkor pedig úgy voltak vele, hogy mivel ez lebontásra kerül, vagy másnak a tulajdona lesz, hiszen ez is felmerült, hogy akkor ténylegesen miért költsenek rá, miért pazaroljanak rá igazából időt, pénzt, energiát, főleg olyan pénzt, ami nem is feltétlenül állt ugye rendelkezésre. Nézzük meg akkor a Palotaváros egy másik részét is ugyanebből az évből. 1978 szintén ugye az Öreg Kapu Palotavárosban címet viseli, itt is láthatjuk már egyébként a kapu állapota is jól tükrözi ezeket a viszonyokat, illetve az a gazdas udvar, amin igazából be lehet menni ugye magára a telekre, tehát ez is azt mutatja, hogy itt aztán már tényleg szó nem volt arról, hogy akkor itt most bármit újítsunk, javítsunk, hiszen előbb-utóbb ugye úgyis elbontásra kerül, ahogy már te is említetted. Ez pedig már ugye 70-es éveknek a vége, tehát itt már körülbelül egy évtized eltelt azután, hogy ugye megjelentek az első ilyen tervek.
Hát bizony, ez a kapu várhatóan már nagyon nem is csukodik, ahogy elnézem, tényleg annyira öreg kapu, és akkor kezdjen el épülni az a bizonyos lakótelep. Aztán a 70-es évek végén szintén nagyjából ebben az időszakban elkezd épülni a lakótelep, és ugye 1978 és 86 között, csak hogy egy másik fontos várostörténeti eseményt tudjak ide kapcsolni, hogy ott a háttérben már látjuk, hogy épülnek az első panelházak. Ugye itt az előtérben a Székesegyháznak az épülete és ugye belvárosi épületek láthatók. Tehát a 78 és 86 között zajlanak a nagy régészeti ásatások egyébként a palotavárosnak a belvároshoz közeli területén, és ugye Siklósi Gyula és munkatársai ekkor találják meg, illetve hát ássák ki igazából többek között a Johannita konventnek a területét, amin ugye ma nagyrészt park található, tehát egy részét természetesen beépítették, de a nagy része az megmaradt beépítetlenül parkosítva, ezért is van lehetőség arra, hogy ezeket az ásatásokat, vagy akár szondázásokat ugye tovább lehet folytatni. Próbáltam találkozni, hogy honnan is láthatta ezt a művész, a fényképész ezt a képet, nem igazán tudnám megállapítani. Én sem megmondom őszintén. Valami magaslat, ez biztos. Ha sokáig nézegetném ezt a képet, amit eddig nem tettem meg, akkor valószínűleg egy idő után rájönnék, vagy valaki segítségével, de így nehéz beazonosítani valóban. Így aztán jobb, ha tovább is megyünk, és lapozgatunk a fotók között. A következő kép az még szintén a palotaváros. Egy kicsit előrébb, illetve visszaugrunk az időben. A 70-es évek elején készült ez a felvétel. Ez az egykori Tolnai és Sütő utca sarkán lévő italboltnak a bejárata, és bármikor, amikor ez a fénykép felkerül, akár Bauer Laci tölti fel a közösségi oldalra, vagy bárki más, forrásként megjelölve természetesen a készítőt, akkor az első néhány hozzászólásban biztos mindig megjelenik egy kis idézet. Ez egy mondat, ami ott volt olvasható az ajtón, hogy poharat kivinni tilos. Ennek ugye különböző balesetvédelmi és egyéb okai voltak, többek között az, hogy ne tűnjön el a pohár, ugye ez egy nagyon fontos dolog volt, másrészt, hogyha valaki esetleg kivinni, akkor lehetőleg ne törje össze magát, meg a poharat is, akár fölfele a lépcsőn, amikor már üres az a pohár, akár lefele a lépcsőn, amikor már sokadik poharat vinné ki az illető. Nem ez volt az egyetlen ilyen hely. És ugye ez az italbolt elnevezés, ez azért nagyon jól tükrözi a szocializmusnak a, mondjuk azt, hogy az alkohol kultúráját. Nem leplezte, hogy ezek miről tulajdonképpen szólt. Kocsmák voltak. Igen. Igazából, ahol ugye helyben fogyasztás működött, kimért italok voltak, tehát hazavinni innen nem nagyon lehetett, arra volt az élelmiszerbolt, ahol meg lehetett találni a különböző polcokon. Ugye minél olcsóbb volt, annál lejjebb, és minél drágább, annál följebb. És nem is annyira különböző, lássuk be őszintén. Nos, hát ez volt az italbolt, és hogy gyorsan kihozanodunk, és megyünk tovább. Vannak azért olyan felvételek, ahol be lehet azonosítani egyértelműen a helyszínt, főleg ha a kép készítője meg is adja pontosan az utca házszámot. A Rácz utca 16 előtt járunk a 70-es évek elején, és egy nénit, nevezetesen egy Mariska nénit láthatunk itt ennek a háznak a kapujában. Hát ez is igazából ma már egy ilyen nosztalgia jellegű felvétel, és itt egyébként a néninek az unokája ezen a bizonyos közösségi oldalon, a csoportban le is írta, hogy ez bizony az ő nagymamáját ábrázolja ez a kép, és hogy ő milyen szívesen emlékszik vissza arra, hogy gyerekkorában mennyit voltak a nagymamánál ebben a házban. Az épületből nem látunk ugyan sokat ezen a képen, de az egyike lehet azoknak, akik aztán később megmenekülnek, legalábbis az épületet tekintve. Hát ha most jól számolom, akkor talán a 16-os, de lehet, hogy most tévedek egy nagyot, és a 18-asra gondolok, az az a ház, amit ugye a Rácz utca és a Szunyog utca sarkán lebontottak egy idő után, évtizedek múltán, mert már nagyon romos állapotban volt, és aztán hát nyilván teljesen más építőanyaggal, meg más építészeti kialakítása, de stílusában nagyjából hasonló módon sikerült végül is oda felépíteni egy családi házat. Nagyon jól sikerült egyébként, de ugye a korábbiakhoz, tehát a többi épülethez képest ez már egy lényegesen későbbi, ugyanis ha már itt tartunk, és ugye a Rácz utcáról beszélünk, meg Csuténi Böbének a nevét is említetted,
akkor az egy üzem, egy műemlék mozgalmat mindenképpen érdemes behozni a képbe. Már csak azért is, mert ugye itt a tömeges lakásigényt emlegettem az üzemek kapcsán, hogy a Rácz utcában indult el egy olyan mozgolódás, mozgalom, ugye a szocializmus idején ez a mozgalom kifejezés, ez egy nagyon bevett dolog volt, meg maga a gyakorlat is, hogy különböző üzemek, vállalatok ugye a Rácz utcának egy-egy épületét vállalták, hogy felújítják társadalmi munkában, mármint maguk a dolgozók társadalmi munkában, a cég pedig valamennyi pénzt hozzátesz, hogy ezt a felújítást ugye végre lehessen hajtani, és ezt megkapták általában használatra. Tehát nem csak az volt a lényeg, hogy rendbe hozzák, hanem bizony az is fontos volt, például a teipari vállalat ugye helyreállította az egyik épületet, amiben aztán a teipari múzeum egyébként be is költözött. Sajnos a múzeum ma már nem Fehérváron található, tehát elköltözött innen ez a gyűjtemény, viszont nagyon sokáig itt lehetett megtekinteni. Ugyanígy az Arév is vállalt például felújítást, a Videoton, a Köfém, és még lehetne sorolni egyébként a különböző vállalatokat, akik akár időszakos, akár állandó használatért cserébe, közösségi házként vállalták ezeknek a felújítását, és ezek bizony nagyon komoly közösségi munkák voltak. A Rácz utca egyik ékessége a mai napig maga a templom. Igen, ami pedig a képnek az érdekessége, egyrészt, hogy Bauer Laci palotavárosi felvételei közül a néhány színesnek az egyike. Másrészt ugye ez a 70-es évek elején készült még a felvétel, és hogy honnan készült, ugye felmerülhet a kérdés. Hát ez bizony a Rácz utcai kertek felől. Ugyanis nagyon sokáig a palotavárosnak, és egyáltalán a városnak ebből az irányból a széle, az a Rácz utca volt, és ugye azok a kertek, amiket valamikor az úgynevezett bolgárkertészek gondoztak, itt ugye a csatornák által szabdalt területen, hiszen innen tudták öntözni magukat a kerteket is, és ezért volt olyan jó és bőséges a termésük, hiszen természetes vízforráshoz jutottak. És ugye a bolgárkertészetnek az is egy jellemzője, hogy időszakosan elárasztották ezeket a kerteket, illetve kisebb csatornákat kimélyítettek, kiástak, amelyeken belül ezek a parcellák működtek. Tehát ez rendkívül jó, mondhatni azt is, hogy üzlet volt, és hát természetesen azért a városi piacra is elég szép számmal és nagy arányban termeltek ezek a kertészek. Tehát ez még igazából a Rácz utcai kerteknek az egyik ilyen utolsó felelhető emléke. Gyakorlatilag, ha belegondolunk, ez majdnem belváros ma, a mai napokban, és hogyha most lenne ott kertészet, akkor kéne tartani a smogtól, ami rátelepszik a növényekre. Ennyit változott tulajdonképpen néhány évtized alatt a helyzet, de látunk még majd erre példát a következőkben is. Palotavárosi Anzix az 1980-as évekből címet viseli a következő kép. Hát itt már ugye felépültek az első panelépületek, látható az is, hogy azért a természet nagy úr, tehát eltartott meglehetősen sokáig, amíg ugye sikerült mondjuk az utakat kiépíteni, ugye jellemzően úgy épültek az utak, hogy ahol a lakók közlekedtek, ugye oda telepítették az utakat, és ott kezdtek el elsőként aszfaltozni, aztán ahogy egyre nagyobb lett a járműforgalom, nyilván a parkolókat ki kellett alakítani, tehát ahhoz igazodott ugye a lakótelepeknek is a belső úthálózata. Hát itt még azért elég dzsumbújos ez a környék. De a dzsumbúj mögött már egy-egy jellegzetes autó is látszik, bizony, azért már tartoztak autók is hozzá. Azóta azért itt is érdemes volna megmutatni a különbséget a jelenlegi kép kapcsán. Még mindig palotaváros. 1984 a felvétel készítésének az ideje. A Jancsár utca a kanális partján, ezt a címet viseli a kép. Tehát ez a Jancsár csatorna igazából, aminek a partján most vagyunk. És ugye a háttérben, nem tudom, hogy a felvételen mennyire látszik, vagy a képernyőn mennyire látható, amikor én válogattam a képeket, akkor elég jól kivehető volt az a téglafal, ami ott magasodik, és hát ez a téglafal ez nem más, mint az akkori vágóhídnak a még körülbelül egy évtizeden keresztül álló fala, ami azért meghatározta ugye a Jancsár utca környékének a hangulatát, és hát ugye ez a képi világ, tehát emellé még vegyük hozzá a zajokat, illetve vegyük hozzá a szagokat, és akkor ugye kiegészül ez az élmény. Az a vágóhíd még a 90-es évek legelején működött, és bizony marha vágóhíd volt, tehát nem is akármi, és hip-hop lett egy szálló a helyén. Bizony.
a Jancsár utcában. Münich lakótelepet is meg tudjuk nézni? Nem járunk olyan nagyon messze az előző helyszíntől, a 70-es évek végén vagyunk, és ugye itt adja magát, ugye most már úgy hívják, hogy Tóvárosi lakónegyed. Ugye korábban ez Münich lakótelep volt, amihez egyébként épült egy bölcsőde, egy óvoda és egy iskola, egy azon tömbben. Ez ma is ugye az úgynevezett iskolatéren megtalálható, ez az intézményegység. És ugye ami ennek a lakónegyednek, vagy akkor lakótelepnek a sajátossága, ugye a háttérben lévő épületek, azok a toronyházak, azoknak az elnevezését nagyon jól ismerjük, ez a toronysor, aminek ugye ma már külön neve van, és hát akkoriban is külön nevezték, de ugye magához a lakótelephez szervesen hozzátartozott. A másik pedig, amit itt előláthatunk, ez pedig az úgynevezett szalagsor, hiszen itt szalagházak húzódnak végig, tehát ugye gyakorlatilag ugye több lépcsőház egymás folytatásában, és ugye hát ezt hívják nem csak fehérváriasan, de a korabeli építészetben is szalagsornak, és felmerült annak idején egy ilyen kérdés, hogy van-e valakinek képe a szalagsorról. És akkor én se tudtam egyébként, hogy miről van szó, aztán egyrészt elkezdtem kombinálni, hogy hát biztos valami köze lehet a toronysorhoz, és akkor valami hasonló építészeti megoldásról lehet szó, és hát aztán természetesen a hozzászólásokból kiderült, hogy hát ugye a toronysort azt nagyon jól tudja mindenki, hogy hol is van, és hogy honnan is kapta a nevét, és hát a mellette lévő terület az pedig maga a szalagsor. És itt már milyen sok autó van? Bizony, hát ugye ez már a 70-es évek vége, tehát itt már ugye egyrészt a panelekhez is azért sok autó tartozik, másrészt ez egy forgalmas környék, ugye ez a hosszú sétatér környéke. Tehát ezt mindenképpen érdemes még ide számítani. Ha a 70-es évek vásárlási lehetőségeit nézzük Székesfehérváron, a ruhára gondolok elsősorban, ugye a műsorainkban emlegetett akkori Centrumáruház volt az egyik természetesen, aztán volt a Liszt Ferenc utcában ilyen pajtásbolt és egyebek, igen, ahol a gyerekeket tudták felöltöztetni, de nem volt olyan sok lehetőség, és ez nagyon-nagyon sokat változott a Fehérváráruház megjelenésével. Igen, hát ugye minden szinten, szinte minden, ahogy a reklám mondta annak idején. Mert hogy a skálához valami köze volt. Skálához azért volt némi köze ennek a Fehérvár áruháznak, ugye amit hivatalosan egyébként ma is Fehérvár áruháznak neveznek, csak hát már lényegesen változott a beltartalom. És ugye a ruhát még mindig lehet kapni, meg cipőt is, de már nem a skálában. 1978-as Bauer Lacinak ez a felvétele, és ugye az az érdekessége, nyilván hát a majdhogy nem frissen átadott Fehérvár áruház mellett, hogy ott a háttérben még azért látszik néhány lakóház. Ugyanis már a Víziváros kapcsán beszéltünk erről korábban, hogy a 80-as évek elején alakították ki azt a Skála parkolót, amit ugye ma is ezen a néven ismerünk, és többek között a Hoffmann, Hentes és Mészáros családnak a kétszintes részben lakó, részben bérháza, illetve a később államosított Hentes üzlete ebben az épületben volt megtalálható, ami a Rákóczi utca és a József utca sarkán épült fel valamikor a 30-as években. És aztán ugye ezt a 80-as évek elején 1981-82-ben bontották le, amikor már egyébként szemközt a József utcának a túlsó felén, ugye a technikaháza körülbelül 5 éve ott magasodott. Tehát ott láthatnánk az épület mögött a technikaházát. Így van, csak ugye eltakarja éppen ez a Hoffmann féle ház, amit aztán végül is néhány évvel később elbontottak. A Skálával szemben megvolt-e az akkori Alba Régia szálló épülete? Igen, hogyha másik irányba jövünk, ugye a város, belváros irányába, akkor pedig az Alba Régia szálló látszik, ami pedig ugye a neológ zsinagóga helyén épült. És hát igazából építészeti képét tekintve, meg a belsőt tekintve azért sokat változott, de a tömegét tekintve a mai irodaház is nagyjából az Alba Régia területének felel meg. És akkor látunk egy családi eseményt a következő képen, egy kis kikapcsolódás jelent. 1978 körül készült ez a felvétel, szintén Bauer Lászlónak a fotója. Ugye a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága működött ebben az épületben. Hát a Városi Tanácsház igazából, ugye a mai városháza, és ugye Laci, amikor feltöltötte ezt a felvételt, egyrészt leírta, hogy neki 78-ban volt az esküvője ugyanebben az épületben,
mert akkor még itt tartották az esküvőket, aztán ugye ez átkerült a Városházának a 2-es számú épületébe, én is voltam ott esküvőn annak idején, és aztán átkerült a Hímer házba, de maradt ugyanúgy a Városház téren. Tehát azért ez több helyszínen változott. És ugye Laci, amikor feltöltötte ezt a képet, akkor még azt a kis felütést azért odaírta hozzá, hogy a 70-es években itt hajtották végre az esküvőket, ugye a végrehajtó bizottságra utalva, és hát voltak olyan humoros hölgyek, akik természetesen odaírták, hogy hát kinek örömteli esemény, kinek végrehajtás volt, hogyha ugye visszatekintünk az időben. Ha a fotósorozatra visszaemlékezem, többször megjelent a babakocsi. Valamiért megihlette a fotóművészeket, a fényképészeket. Most is láthatunk egy ilyet. Most a március 15-i utcán láthatunk több babakocsit is. 1980 körül készült Bauer Lászlónak ez a felvétele. Egész forgalom van babakocsival. Igen, igen. És ugye ezt szülők lakásának az ablakából készítette nagy valószínűséggel. Ugye annyi a különbség a 66-os felvonulás fotója között, amit az előző adásban mutattunk, Bauer Béla felvétele, hogy itt az Ady Endre utcának a másik sarka látható, az egykori műszaki áruháznak még egy-két feliratot látszik a háttérben, illetve hát az épületnek a sarka igazából. El tudom képzelni, hogy őt is ez a nagy babakocsi forgalom ihlette meg, mert hogy annyira nem látszik más a képen, csak maga a babakocsit toló szülők, hogy biztos, hogy ez volt a középpontban. Menjünk tovább, hiszen nem sok, de még van egy pár képünk. Igen, és akkor most elérkezünk ahhoz a, hát mondjuk azt, hogy utolsó blokkhoz ebben a válogatásban, ahol már mai viszonyokat látunk különböző felvételeken, illetve megint csak jönnek a montázsok. Tehát azért visszatérünk még ide is, mert érdemes mindenképpen. Az első felvétel az szintén egy montázs, illetve egy képpár egészen pontosan, a Hősi emlékművet mutatja be. Ugye az egyik az Bauer Bélának a felvétele a 60-as évek elejéről, a második pedig Bauer Lászlónak a felvétele a 2010-es évek végéről. Hát ennyit változott a Hősi emlékműnek a környezete. Ha megnézzük, egyébként 1956-os felvételen is hasonló dús növényzettel látható ez az emlékmű. Ugye 56-ban a forradalmi események java része az akkori tanácsház környékén zajlott, például a Hősi emlékműnél ugye az ismeretlen katona szobrának a koszorúzásával, aztán ugye a jó múltkor említett asszonytüntetés decemberben, amikor is ugye egy feszületet felállítanak, egy ideiglenes feszület, amire nagyon jól rímel Nagy Beneneknek az alkotása, ugye az 56-os emlékkereszt a bazilika oldalában, a Városháza jellegzetes erkélyével szemközt elhelyezve, és az 1956-os emlékkötetben, amit Csurgai Horváth Józsefék, a Városi Levéltár adott ki annak idején 1996-ban, ha jól emlékszem, szintén Bauer Bélának ezt a felvételét mutatják, nem a 60-as évek elejéről, hanem 1956-ból. Az egy nép kiáltott, aztán csend lett főcímet viselő kötetnek a borítóján ez a kép található, és amikor Bauer Béla özvegyével, Bauer Lacinak az anyukájával jelent meg, talán a 2000-es évek erején egy cikk a Fejér megyei hírlapban, pont az 56 környéki eseményekről, akkor ő elmondta azt is, hogy nagy örömmel vette annak idején a múzeum és a levéltár is ezeket az 56-os felvételeket, amelyek bekerültek természetesen a fotótárba, és aztán többek között ebben a kötetben is napvilágot láttak, és Lacinak az anyukája pedig bejelölte minden egyes oldalon az unokák számára, hogy melyik a nagypapának a felvétele, hiszen ő még tudta, hogy melyiket készítette a férje annak idején. Egyébként azért maga ez a szobor is igen látványos. Nem csak a hely, ahol van, és nem csak az, amire emlékezik, hiszen több szereplős szobor nincs olyan sok a városban. Hát és maga a története is egyébként meglehetősen hosszadalmas, és meglehetősen érdekes, ugye az, hogy 1929-ben itt elhelyezik, az, hogy itt rendszeres koszorúzásokat tartanak, 38-ban ugye ide kerül az ismeretlen katona szobra, vagy más néven a fekvő katona, ahogy ugye ismerjük, és egyáltalán létrejön a mai Hősök tere a Szigeti háznak az elbontásával, tehát már nem csak azon a keskeny kis közön lehet ugye közlekedni a bazilika felé, vagy a bazilika irányából. Aztán ugye eltávolítják ezt a katonaszobrot 88-ban, egy meglehetősen, én ma is azt mondom, hogy egy nagyon bátor lépés az akkori városvezetés részéről,
bár a rendszerváltás idejét éljük, de hát ki tudta még akkor, hogy ez a rendszer ugye gyökeresen megváltozik, hogy ugye Balsai István tanácselnök vezetésével visszahelyezik ezt a szobrot, augusztus 20-án városi megemlékezést tartanak, ugye Szent István emlékév van ráadásul ekkoriban, és hát innentől kezdve azért a városban felgyorsulnak az események. 56-ot már említettük, a II. Világháború során itt egyébként béketüntetések zajlanak, amikor a város közben többször gazdát cserél, tehát ez egy nagyon izgalmas helyszín a mai napig is. És akkor a hősi emlékműtől menjünk a belváros szívébe, a Hímerházhoz. A Hímerházról egy nem túl örömteli állapotban készült felvételt hoztam, de én azt gondolom, hogy ilyeneket ritkán szoktunk ugye mutatni. És ki hinné, hogy ez nem is volt olyan régen? Bizony, ez egy átmeneti állapotot tükröz egyébként, hiszen 2005. október végén készült Bauer Lacinak ez a felvétele, amikor már elkezdődött a felújítás. Ugye ott a villanyóra szekrényeket és minden egyebeket láthatjuk, nagyon szépen plasztikusan elhelyezve ezen az Oskola utcai homlokzaton, és ugye még az eredeti színezést is láthatjuk valamennyire. Az is látszik már, hogy ugye körbe szalagozták, és elkezdődött a felújítás. Én még arra is emlékszem egyébként, talán a Városház tér felőli homlokzat volt a legszerencsésebben kinéző a négy homlokzat közül, és az Oskola utca felőli, illetve a Jókai utca felőli homlokzatok viszont már borzasztó állapotban voltak az utolsó évtized végére. Tehát ott már annyira megérett a helyzet a felújítás, hogy talán az utolsó pillanatban sikerült elkezdeni. És milyen jó, hogy megtörtént, és azóta ott áll, és sokan csodálhatjuk ezt az épületet. Síremlék lesz a következő képen. A Hímerházhoz nagyjából hasonló korú síremléket láthatunk most, viszont napjainkban is így néz ki, Bauer Lacinak egy néhány évvel ezelőtti felvétele, és az az érdekessége, viszonylag kevesen láthatják, hiszen a szerb temetőben van, de hogyha a temető kapu esetleg nyitva van és be lehet menni, vagy van egy olyan vezetett séta, bármilyen városi alkalom, amikor meg lehet közelíteni, akkor mindenképpen érdemes megnézni ezt a temetőt, és felfedezni többek között ezeket a 18. század végi síremlékeket, hiszen ezek még a régi temetőhöz tartozó sírok egyébként. A temető hangulatáról is árulkodik azért ez a kép valamelyest. Még négy képünk maradt, és mindenhez van 8 percünk, úgyhogy azt hiszem menjünk is tovább. Mindenképpen érdemes egyébként még megnéznünk ezeket is. Bauer Bélának a felvételén ugye láthattuk az előző adásban még az Icsi-ligetben, 1956-ban azt a Szent György kutat, ami ma az Erzsébet-ligetben, vagy korábbi nevén Barátság-ligetben található, a Tompa Mihály utcának egy kiöblösödő részén. Hogyha valaki autóval megy arra, akkor egyébként nehéz észrevenni, mert hogy nem egy olyan nagyon kiemelkedő alkotás. Ráadásul betonból készült, tehát egy szürke valamiről van szó, úgyhogy ma már egy kicsit nehezebb észrevenni, de aki tudja, hogy ott van, az biztos, hogy meg fogja találni, meg aki tudja, hogy ott érdemes keresni. Ugye a 60-as években került el egyébként a Zicsi-ligetből, amikor ugye a felszabadulási emlékmű felállításra került, és ezen a területen helyezték el, és legutóbb 1997-ben újították fel, hát sajnos már azóta is megérett egyébként a felújításra. A következő képnél megjelenik Bauer László neve mellett egy másik név is. A Szentháromság temető kápolnát láthatjuk egy képpáron. Ugye a jobb oldali képet a kápolnáról Bauer Laci készítette, a bal oldali festményt pedig egy Márton Jakab nevű művész, akiről talán már tettem említést annak idején. Ő a Főreál iskolának volt ugye jeles rajztanára, akit aztán a holokauszt idején egyébként deportáltak már meglehetősen idős korában, és nem is tért vissza egyébként a városba, valószínűleg elhunyt az auschwitzi táborban. A 20-as, 30-as években előszeretettel örökítette meg a város különböző helyszíneit, így például ezt a Szentháromság temető kápolnát is, ugye a hosszú temetőnek a kápolnájáról van szó, és a Székesfehérvári Album című kiadványban, amit a 30-as évek közepén jelentetett meg, láthatók ezek az eredeti felvételek. És én azért is tettem ezt az összeállítást, ezt a három képpárból álló összeállítást ennek a válogatásnak a végére, mert szeretném elmondani, és szeretném megköszönni itt a nézők előtt is Bauer Lacinak azt, hogy a rendelkezésemre bocsátotta ezt az albumot, ráadásul ennek az eredeti
példányát, ami valamilyen családi hagyatékból őrződött meg. Igaz, hogy a borítója már nincsen meg, de hát a lényegi része viszont megvan. Tehát azok az eredeti Márton Jakab féle képek és azok a kis rövid leírások, amik az épületek történetét bemutatják, azok bizony megmaradtak ebben a kiadványban, úgyhogy Lacinak ezúton is köszönöm szépen még egyszer. Hatalmas értékek, úgyhogy tényleg köszönjük, és talán így még jobban meg tudjuk őrizni az utókornak, hogy ebben a műsorban szerepelhetnek. Szintén akkor a Márton Jakab és a Bauer László alkotta mondást láthatjuk a következőben is. A Zicsi palotának a kapuja látható ezen a képpáron. Ugye... ami talán egyik felvételen sem látszik annyira erősen, vagy annyira kontrasztosan, az ugye a kettős címer ott az erkély alatt, illetve a kapu fölött egészen pontosan. Ugye ez a Zicsi palota, tehát a városházának ugye a Kossuth utca felüli tömbjéről van igazából szó, amit ugye a 30-as évek közepén építenek hozzá középkori, illetve barokk átépítésű városháza tömbjéhez. És ugye a kapu fölött a Zicsi címer az egyik, ami látható. A másik, azt pedig most már elmondhatom, mert mire ez a felvétel adásba kerül, addigra lezajlik az a barokk séta, amit én május elején vezettem. Nagyon sokáig találgatták építészek, többek között én Igari Tónit is megkérdeztem, ugye aztán több ismerőst is, illetve topográfiai, építészeti kiadványokban is ez megjelent, hogy a Zicsi Széchenyi címer látható kapu fölött. Na most a Zicsi címer az ugye a kereszt, a szarvasagancs és az egyebek, tehát az egyértelműen jól beazonosítható, nem egy olyan nagyobb bonyolult dolog egyébként. A másik az egy madarat ábrázol, hogy ez most egy griff vagy egy sas, az teljesen mindegy, ebben nem is feltétlenül muszáj belemenni. A Széchenyieknek soha nem volt ilyen címerük. Ennyire letisztult semmiképpen. Az, hogy egyetlen egy címer állat jelent volna meg benne, ez soha nem létezett a Széchenyieknél. Az Eszterháziaknak van egyébként hasonló címere, de az Eszterháziak ekkoriban az Zicsi családnak ezzel az ágával nem voltak rokoni kapcsolatban. És ugye azt is tudjuk az épület történetéből, hogy Özvegy Zicsi Jánosné építette egyébként magát a palotát. Tudjuk az évszámot is, hogy nagyjából mikor épült, én pedig megpróbáltam utána járni, hogy miről is lehet szó. És valóban ennek a Zicsi Jánosnak, illetve az ő édesapjának a második felesége egy Széchenyi lány volt, de a palota az jóval később épült, már az ifjabb Zicsinek a halála után, és az ifjabb Zicsinek a második felesége, az özvegye pedig Báró Luzsénszky Teréz volt. Na hát ilyenkor az ember mit tud tenni? Kapja magát, és utána néz a Luzsénszky címernek. És hogyha még van olyan szerencsés helyzetben, akkor azt is tudja, hogy Móron az úgynevezett Láncos kastély, az hivatalos nevén Luzsénszky kastély, ugye ez a Báró Luzsénszky családnak az egyik vidéki rezidenciája volt, és hát az ottani címert pedig össze lehet hasonlítani ezzel. Egyértelműen kiderült belőle, hogy Zicsi Luzsénszky kettős címerről van szó. És kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy hogy gondolkodik egy történész. Úgyhogy ilyen kacifántos, ennél egyébként sokkal bonyolultabb, meg hosszabb nyomozást igénylő történetek vannak egy-egy kép, meg egy-egy címer mögött. És az Oskola utcával búcsúzunk a mai napon. Igen, és ezt pedig azért szerettem volna mindenképpen ideilleszteni, hogy ha már a Hímerházról hoztunk egy ilyen nagyon ronda állapotban lévő fotót, akkor hozzunk egy ilyen szépet is. Itt pedig Bauer Laci ugye azt a technikát alkalmazta, amit a Kofa asszonyok kapcsán is, hogy Márton Jakabnak az eredeti alkotását, ami az akkori Iskola utcát mutatja, beillesztette a képnek a közepére, és ugye egyébként a saját fotóját rakta a képnek a hátterébe, tehát ugye ma, hogyha valaki az Oskola utcában jár, akkor ugye a Hímerház, illetve a Szent Imre templom között tud belépni ebbe az utcába, és ma ez a látvány fogadja, amikor pedig Márton Jakab ebbe az utcába benézett, akkor ezt látta, és ezt örökítette meg a kortársai számára. Csak köszönni tudom, hogy be tudtuk mutatni ezeket a képeket, és tényleg egy élmény volt. Ezzel a mai műsorunk sajnos tényleg a végére érkezett. Egyetlen egy mondattal, mivel fogjuk folytatni két hét múlva? Szerintem mi már nagyon régóta készülünk erre, és biztosan sokan számítanak már rá, hogyha fotótörténet, hát akkor a sajtó az elengedhetetlen.
És mivel ugye profi fotósokról is beszéltünk már nagyon sokat, ráadásul eljutottunk az 1945 utáni időkig, ezért talán nem lesz annyira meglepő, ha azt mondom, hogy Kabáci Szilárdnak a munkásságával folytatjuk ezt a sorozatot. Örömmel és nagy szeretettel várom, hiszen őt személyesen is ismerhettem, és mindig szeretettel gondolok rá. Sokan vannak így a városban, én úgy gondolom. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm a mai műsort is, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Mint hallották, Kabáci Szilárd képeivel folytatjuk 2 hét múlva, addig is viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.